a pedagógus közben nézi, és akkor a gyerek nézi a mesét, és hogyha nem koncentrál úgy, ahogy kell, akkor elkezd összeszűkülni a kép, vagy elkezd elhomályosodni a kép. Modern terápiás módszer a Nyíregyházi Csodavárban. A fejlesztő központként is működő intézményben idén közel 5000 gyermeket fogadtak. A hiánypótló foglalkozások, eszközök fejlesztésére Adni Öröm címmel hirdetett kampányt a Csodavár. A magánszemélyek mellett cégek felajánlásait is várták. A Csodavár most már 12 éve működik. Tavaly évben több mint 4000 gyerek vett itt részt különböző foglalkozásokon, fejlesztéseken. Iszonyat mennyiségbe kopnak az eszközeink, maga az épület, önmagában ezt fenntartani és óriási kihívás, nem beszélve a rezsiről. És minden adomány, amit kapunk, az óriási lehetőség, segítség ahhoz, hogy talpon tudjunk maradni, azokat a fejlesztéseket, amiket mi végzünk, tudjuk folytatni, úgyhogy ez így a jövő évre nézve is egy olyan támogatás, amiből azt gondolom, hogy az eszközparkunk, meg hát itt a környezet, amivel ellátjuk a családokat, ez meg tud maradni azon a színvonalon, hogy mi szeretnénk látni. Az egyik legjelentősebb felajánlást két vállalkozás közösen tette a fejlesztőközpont számára. Mi a királyi vendéglátást és a Dohányvidámparkot képviseljük most ebben a támogatásban. A Dohányvidámpark és a királyi vendéglátás mögött családok állnak, testvérpárok üzemeltetik mindkét céget, és számunkra mindig is fontos volt az, hogy támogassuk az elesetteket, azokat az embereknek, akik szükségben szenvednek esetleg, és dr. Úrik Attila, alpolgármester urat kérdeztük meg ebben az évben, hogy tud-e esetleg olyan szervezetet, intézményt, aki támogatásra szorul. És akkor így jutottunk el a Csodavárig. A Csodavár hazánkban két helyszínen, Nyíregyházán és Budapesten működik. Az intézményben a születéstől az általános iskoláskor végéig végeznek korszerű terápiás fejlesztéseket a szakemberek. A foglalkozásokon és a speciális játszóházban az átlagos és az eltérő fejlődésmenetű gyerekek együttnevelése is zajlik.